Első alkalommal rendeznek kolbász töltő fesztivált szabadszálláson, melynek a Városi Piac otthon otthont február 28-án. A rendezvény szervezője az Amatőr Királyi Szakácsok Egyesülete. Egy szűk baráti társaság fejéből pattant ki ez az ötlet, és az a célja, hogy minél közelebb hozzuk szabadszállás lakosságát, tehát jó és erős közösséget próbálunk megformálni, illetve az a célja, hogy ezzel formáljunk egy erős közösséget szabadszálláson. A szervezők a fesztiválra jelentkező csapatok számára versenyt hirdetnek Szabadszállásváros Kolbásza 2015 cím elnyerésére. Bárki nevezhet az első Kolbász Fesztiválra. Szombaton este 20 óráig van a jelentkezési határidő. Négy fős csapatok azok, akik részt vehetnek ezen a versenyen. 8000 forintos nevezési díj van, amelyért a csapatok 6 kg kóbászust kapnak, egy csomag sertésbelet, ezt kell nekik földolgozni, elkészíteni tulajdonképpen a verseny folyamán, leadják zsűrizésre tulajdonképpen ebből egy adagot, és a zsűri eldönti, hogy ki lesz a legjobb kolbásza. A helyszínen előkészített, begyúrt és kisütött kolbászokat szakmai zsűri értékeli, melynek elnöke Szőke András színművész. A zsűri különböző szempontok alapján fog bírálni. Nézi a csapatoknak a standját, úgymond, vagy az asztalait, hogyan dolgoznak, milyen esztétikummal, milyen higiéniával. Mellette nézik az elkészült terméknek a töltési menetét, keverését, az elkészült kóbásznak a sütését, hogy mennyire van megsütve, milyen állagú, milyen ízű, milyen illatú tulajdonképpen az az adott termék. Malac lesz a fődíj, második díj egy füstölt sonka, a harmadik díj pedig egy kosár, amely füstölt áruból lesz összekészítve, emellett pedig szeretnénk létrehozni egy vándor díjat, egy vándor serleget. az első díj mellé jár egy vándorserleg, amit tulajdonképpen a jövő évig viselhet, vagy használhat, birtokolhat a leendő győztes. A rendezvény látogatásának a feltétele egy 500 forintos támogatói jegy, amely minden ide látogatót följogosít arra, hogy egy adag sült kolbász, kenyeret és mustárt kapjon érte tulajdonképpen, amelyet jó ízűen elfogyaszthat a rendezvényen. Ugyancsak ebben az időpontban rendezik meg az Egyszelet szállás című versenyt, melynek keretében dől el, kikészíti el szabadszállás legjobb házi süteményét. A zsűri az ízek harmóniáját, a sütemény esztétikáját, látványát, az ötletességet, az egyediséget, hagyományosságot értékeli. Minden versenyző, illetve a győztes versenyző a test súlyának megfelelő Euh, liszttel fogjuk jutalmazni, tehát ha valaki 75 kilós, akkor 75 kiló lisztet, a második díj az már fix az 50 kiló lisztet, vihet haza, a harmadik helyzet pedig egy 25 kilós liszttel fog gazdagodni. Emellett itt is létrehoztuk, illetve szeretnék megalapítani hagyományként ezt a sütevénysütő versenyt, e, és ennek is lesz a, a jutalmak mellett egy vándor díja, egy vándor díja. A rendezvény február 28-án 10 órakor a kolbásztöltő csapatok versenyével indul. Az elkészült gasztronómiai ínyenségek, kolbászok és sütemények zsűrizése 14 órakor kezdődik. Az eredményhirdetésre 15 órakor kerül sor.